több az előző sorhoz képest. A nagyok azonnal rávágják, hogy milyen sorozat? Számtani sorozat, aminek az összegképlete meg tudja azt is mondani, hogy hányan vagyunk itt, persze hozzá kell számolni a támújvövőket. Ha valaki ezt a képletet alkalmazza, akkor kijön, hogy körülbelül 1500-an ültök itt, mert hogy majdnem teltházas előadásunk van. De miért is fontos egy másik oldalra a robotok jelenlétek? És ez nem más, mint a nevetés, és tulajdonképpen a mosoly. Ennek az élettani hatása több esetben is kimutatható, hogy a szervezetünkben is olyan anyagokat indít el a véráramba, ami egy pozitív életérzést produkál. De amikor mosolygunk, az egyik anyag, ami az endorfin, az egy természetes ópián származék. Amit azért is emelnék ki, mert nagyon sokszor elég csak mosolyogni és örülni valamit és nevetni, és akkor nem kell kémia anyagokhoz nyúlni. Akkor a pici csengőnek milyen volt a hangja? Magas. És hogyha a nagyobb csengőt csengettük meg, akkor annak a hangja pedig nyilván mélyebb volt. És akkor Adi, légy szíves, gyere ide, és valamelyiket csengess meg, hányadikat választ ki. Ugye most van egy olyan masinál, amivel lehet hangolni a gitárt, hogyha valaki éppen arra szeretné használni, hogy adja meg azt a bizonyos hangot. Na tessék inkább. Super Silva Junior, pókember, és egy lélegzet elállító produkció. Nagyon stresszek szerintem, de erről beszéljük majd utána. Hogy azért minden egyes pillanatban az életében játszik valaki, aki erre vállalkozik. És hogy mi is az a stressz hatás? Azért azt kiemelném, hogy mindenkinek a negatív dolog jut eszébe, ami minket ér, ugyanis egy olyan állapotba kerülünk, amikor nézzük egy ilyen produkciót, hogy szinte átéljük, hogy vajon sikerül, vagy vajon nem sikerül a produkció. De kiemelném azt is, hogy egyáltalán ezt a teljesítményt végig tudja írni valaki, ahhoz kell egy ösztönző stressz. Pontosan, és ez a stressz hatása néha jó hatással van az artistákra, ugyanis ennek hatására még jobban lehet teljesíteni. Láthatjátok azt, hogyha kicsi az ingafonal, akkor nagyon fürge, hogyha viszont hosszabb az ingafonal, hogy gyönyörű szép lomhalk mozgásokat lehet látni, ennek a igának a hossza tulajdonképpen befolyásolja az igának a lengés idejét. Egyébként ez egy nagyon jó példa arra, hogy itt a hosszabb ingát megnézhetitek itt ezt a rekvizitumot is, hogy az egyik oldala a trapéz, vagy két trapéz van, sokkal hosszabb, mint a másik oldalon. Ezáltal a hosszabb trapézról az eladáson belül ugrik át a rövidebbre, mivel ott sokkal nagyobb lendületet tud az artistának kapni, ahogy ezt a tanárnő is elmesélte. Csak az a különbség a fizikai óra között és a cirkusz között, hogy a fizika órán általában a tanárnők vagy a mérnökök kiszámolják, hogy ez hogyan működik. A cirkuszban meg az artisták nem számolgatnak, hanem felmásznak, kipróbálják, először a biztonsági jövővel, hogy ez működik-e vagy sem, és utána ezt lassan-lassan kikísérletezik, hogy hogyan tud összetevődni egy ilyen produkció. Feszül a száj, micsoda csó, köztük csupasz tér, tömör csönd, s véletlen halál. Micsoda egymásra utaltság lehitt ég alatt, fölfele. Micsoda gyakorlott makacs vágy ment, s kockáztat két életet. Milyen figyelemben forognak, s mi fegyelemben, tudva, csak együtt szállnak. Egyikük vét, mindketten alárulnak. Láthatjátok, ők is biztonsági öv és védőháló, védőmatrac nélkül dolgoznak, és ahogy láthatjátok, néha nem sikerül a produkció, de ez is egy nagyon fontos dolog, hogy meg kell tanulni, elkapni a drótkötelet kézzel, lábbal, füllel, fokkal, teljesen mindegy. A lényeg az, hogy ne essenek le. Tehát... El fogjuk mondani, meglátjuk, hogy a diákok, tanárok és az autisták között ki volt a leggyorsabb, és összességében ki volt a leggyorsabb. Van, amire szükségük van, még hula-hoposzt is tudnak vele
látjátok. Mert azt hiszi Szent Ferencnek van ma az ünnepe, akiről azt mondják, hogy idő után már az embereket megmondta és elkezdett az állatokkal társalogni. Az állatokkal nagyon jó barátságba került. Tehát ezek az állatok megszokták az ember közelségét, ahogy láthatjátok, rögtön követik az étel, tehát nekik szükségük van erre a törődésre, amit tőlük emberektől kapnak. Hanem valamelyik másik fajhoz is tartozik. Ezek az utódok létrejöttek csak úgy valósulhat meg, hogyha két olyan egyednek az utódjáról van szó, akiknek a genetikája tulajdonképpen nagyon közel áll egymáshoz. Hamarosan érkezik a porondra Lella és az édesanyja, és hát az egyedül áll tulajdonképpen Magyarországon, mert ilyenre még nem volt példa, hogy egy zebra és egy foltos szamár szaporodott volna, és már is érkezik. Érkeznek. Minden tanórának ennek is vége szakad egyszer, és ez most jött el. De produkció nélkül nem búcsúzik a Magyar Nemzeti Cirkusz. És akkor egy bátor mozdulatra elengedni. Egy hatalmas